Kics, a közpénzeket felügyelő koalíció képviselője kérelmet nyújtott be a közbeszerzés folyamatát ellenőrző köztársasági bizottságnak, amelyben a pályázati dokumentáció 10 tételének a módosítását követeli. Szerinte ugyanis azok nem felelnek meg a hatályos közbeszerzési törvény szabályzatainak. Számunkra a legszembetűnőbb az a tétel volt, amely szerint a szerződést 15 évre írnák alá. Átszámoltuk a pályázatra szánt összeget, mert a szóban forgó munka értéke meghaladja a 3 milliárd dinárt. Az új közbeszerzési törvény értelmében pedig az 1 milliárd dinárt meghaladó közbeszerzéseknél polgári felügyelőt kell alkalmazni, ami viszont nem szerepel a pályázatban. Az egészséges ivóvíz biztosítására kiírt közbeszerzési pályázat bizottsága szerint nincs szükség a 10 felsorolt tétel módosítására. Erről tájékoztatták a közbeszerzés folyamatát ellenőrző köztársasági bizottságot is, mondta a Városi Vízművek közvállalat igazgatója. Nem tudhatjuk, hogy fog dönteni a köztársasági bizottság, hogy elutasítják-e a panaszt, mint ahogy azt a mi közbeszerzési bizottságunk is tette. Pillanatnyilag emiatt a panasz miatt leállt a közbeszerzés folyamata. A köztársasági bizottság döntése után valószínűleg 15-20 nappal meghosszabbítják a pályázati határidőt, és az eljárás a tervek szerint folytatódhat. Tájdics hozzátette, hogy a bizottság döntése a következő 10 napban várható. Emlékeztetőként elmondjuk, hogy Nagybecskereken 10 évvel ezelőtt, 2004-ben tiltották be a csapvíz fogyasztását.